Köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim, mindenkit, aki Kárpát-hazán belül, Kárpát-hazán kívül, az Echo televízióban a Vitalitás, magyarul Élet erő című műsornak a nézője. Béki László, természetgyógyász vagyok, a műsor gazdája. Hölgyeim és uraim, ez a mai adás, ez egy rendkívüli adás. Ez a mai adás, ez egy ünnepi adás. Ez a mai adás egészen különleges, mert mióta ez a Vitalitás műsor megy, és a Mozaik Vitalitás, azaz 7 éve, most először történik meg az, hogy egy gyógynövénytermék, a Hill Vital Mester Balzsam valami olyasmilyen eredményt ért el, mint amikor valaki olimpiai bajnok lesz, és közben még világrekordert is ugrik, fut, vagy úszik, vagy valamilyen pontot elér. Hát nem én vagyok az illetékes, aki ezt elmondjam, hanem a Hill Vital cégnek a marketing igazgatója, Budai Péter úr, akit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök. Budai úr, hát mi történt? Mi történt a céggel? Mi ez a széles mosoly, mi ez a boldog megelégedettség? Mi történt a céggel? Hát akkor megragadnám az alkalmat, és akkor büszkén szeretném akkor a Vitalitás TV nézőinek is elmondani, hogy szeptember 3-án történt a díjátadás az Országházban, ahol ugyanis átvettük a Magyar Termék nagydíjat. Azt gondolom, hogy ez az eredmény magáért beszél, hihetetlen boldogok vagyunk. Nem csak azért, mert sikerült ezt az eredményt elérni, hanem egyrészt azért, mert még korábban gyógynövényes termék ilyet nem ért el. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy az emberiség, mióta ember él a Földön, vagy még az előember is, sőt az állatvilág is, ha valami gondja, baja van, a természet rendjéhez fordul. Tehát a fitoterápia, a gyógynövényekkel való kapcsolat, és én most tudatosan, hölgyeim és uraim, nem azt mondom, hogy gyógyítás, hanem a gyógynövényekkel való kapcsolat, mert legtöbb az élelmiszer, meg fűszernövény, meg kozmetikum, tehát hihetetlen, széles a paletta. Tehát ennek olyan hihetetlen hagyománya van, hogy a természetes módszerek közül a fitoterápia és a fizioterápia az a két bástya, az a két nagyon szilárd alap, amire az egészségkultúra fölépült. Persze aztán a mentális dolgoktól kezdve egyre jobban emelkedik, és újabb és újabb és még újabb dolgok jönnek, de az alap egyike a fitoterápia. És én az Echo TV vezetősége és elsősorban a nézők nevében megköszönöm azt a hihetetlen komoly fejlesztő munkát, ami nem egy személyhez kötött, hanem egy team munka, mert eredményt teamben lehet, csoportban lehet elérni, aminek az eredményeképpen ez a Magyar Termék nagydíj pontosan ebben a kategóriában lett az első, és ilyen eddig a hazánkban nem volt. Ez pedig azt jelenti, hogy legmagasabb szinten a természetes élet és gyógymódok közül az egyik termék átszakította a legnehezebb szallagot, magyarul célba ért. Na, ez most egy kijelentő mondat volt a részemről, célba ért, nincs tovább? Hát hogy ne lenne tovább? Merre tovább, igazgató úr? Hát ugye a Magyar Termék nagydíj az önmagában újabb lehetőségre és távlatokat nyit. Külföldön egyre inkább keresettek a magyar termékek, és mivel a Magyar Termék nagydíj, ugye főleg külföldön ez meglepő, teljes mértékben egyöntetűen sugározza azt és szimbolizálja, hogy a magyar minőséget és a
a magyar technológiát, a fejlettséget, ezért egyre inkább keresik a magyar termék, nagydíjas terméket külföldön, és eddig is már kacsingattunk külföldre, számos országban ugye szállítottunk már, de most azt gondolom, hogy egy újabb rakétát tudtunk a hátunkra szerelni, és ezzel még inkább be tudunk törni az európai piacra, és nem csak a gyógynövényeket, hanem a magyar és teljes mértékben Magyarországon előállított magyar tehetséget és mérnöki munkát tudjuk még inkább népszerűsíteni, a már egyébként is elfogadott Európai Unióban, vagy világszerte akár. Tehát a magyar terméket keresik mindenhol, és tudják azt, hogy a magyarok azok, ha egyszer csinálnak valamit, akkor az általában nagyot szokott szólni, és így, hogy van mellett egy magyar termék nagy, ez még nagyobb értéket képvisel, és ez hatalmas megtiszteltetés számunkra. Mit jelent önöknek ez a díj? Őszinte leszek, mint marketinges szakember. A marketingre sokszor szokták azt mondani, hogy általában hazugság, meg hogy megpróbálják az embereket megvezetni. Én azt gondolom, hogy nem a marketinggel van a baj, hanem azt, amire használják, vagy aki használja. Mi arra használjuk a marketinget, hogy megmutassuk az embereknek azt, hogy a gyógynövényekkel nagyon komoly eredményeket lehet elérni, és nem szabad megszakítanunk a kapcsolatot a régmúlt tradíciókkal. És mindig hangoztatjuk, hogy a gyógynövényes termékeket érdemes használni, nem csak a Hilvitára gondolok most nyilván, mint az egészség egyik élenjáró hírnöke, hanem egyébként is. És az, hogy gyógynövényeket alkalmazunk, ez fontos. És mi nem szoktunk szándékosan félrevezető kommunikációkat adni. És örülök, hogy végre van egy magyar termék nagydíj mögöttünk, ugyanis már nem csak mi mondjuk azt, hogy igen, a gyógynövények működnek, igen, a gyógynövényes mesterbalzsam, a Hilvitál mesterbalzsam működik, és 94%-os vevői elégedettséggel rendelkezik, hanem van egy tárgyilagos, egy objektív megfogható dolog, ami azt mondja, hogy igen, ebben a cégben bízhattok, ez nem fog átverni, ezek a termékek tényleg működnek, és ez jó. Tehát azt gondolom, hogy ez megkönnyíti a munkánkat. Egyrészt, hogy a számos olyan termék fölé tudjuk helyezni a mesterbalzsamot, hogy meg tudjuk mutatni az embereknek, hogy sokféle termék van, de ez működik, ezt megveszed, ez valami más. Ebben nem fogsz csalódni. És ezt végre tudjuk bizonyítani most már mással is, nem csak mert ugye messzi jött ember azt mond, amit akar. Lehet bármit állítani, de egy magyar termék nagy díj az magáért beszél, és ez tényleg egy nagy büszkeség számunkra is, hogy mögénk álltak, és azt mondta, most már a magyar parlamentben is elmondták, díjat kaptunk róla, van egy gyönyörű szép porcelánunk róla, hogy igen, a mesterbalzsam megbízható, és ezt nyugodtan megveheted, nem fogsz benne csalódni, hogy ezt szeretnénk továbbra is erősíteni a vásárlók szemében, idehaza és külföldön egyaránt. Van egy apró kiegészítésem. Ez egy csodálatos dolog, ez a magyar termék nagydíj. A másik felét hozzátehetem? Ja, csak nyugodtan. De a másik fele szerintem az igazi nagydíj az, hogy a vásárlók, a felhasználók azt mondják, hogy igen, ez jó. És ez a bizonyíték erre az, hogy visszatérnek. Az igazi bizonyíték erre az, hogy ajánlják másnak is. Az igazi bizonyíték erre az, hogy önöknek visszajelzik azt, hogy kedves Hilvitálos kollégák, társaság, hölgyeim, uraim, ki, hogy szólítja meg önöket, köszönöm, valami jobb lett az életemben. Hölgyeim és uraim, tudatosan kerüljük azt a kifejezést, hogy gyógyítás, hogy meggyógyult, szó nincs róla. Maga gyógyítás és a gyógyulás az egy olyan komplex kifejezés, aminek talán a definícióját sem tudjuk, vagy ha valaki tudja, akkor én pusztán annyit kérdeznék meg tőle, hogy tessék, van egy statikus vagy dinamikus dolog, mert minden nap egy nappal öregebbek vagyunk, minden nap újabb és újabb lelki és fizikális terhek jönnek ránk, és újabb kihívásoknak kell megfelelnünk. Tehát itt gyakorlatilag, hogyha valami fitoterápiás, vagy bármilyen természetes élet, vagy gyógymóddal foglalkozunk, akkor a feladat az,
hogy a visszafordíthatóság határain belül az érzeteink, hogy hogy érzem magam, vagy hogy működik a szervezetem, az alkalmasabb-e az élet kihívásainak a megoldására, vagy nem. Tehát itt most nem arról van szó, hogy ennyi volt a vérsejtsüllyedés, és annyi lett, vagy ennyi volt a CRP, C-reaktív protein, és annyi lett, és így tovább lehetne millió és egy laboratóriumi leletet sorolni. Nem ez a cél. A cél a szubjektív dolgoknak, a önmagam által tapasztaltaknak a megélése. Aztán, hogyha ezt még bizonyos esetekben laboratóriumi leletek is igazolják, hogy valami jobb lett, hát az már különösen jó. Hát nem ez a lényeg, hogy mit érzünk, mi, akik ezt használjuk. Tehát nem az, hogy a szomszéd mit mondott, én mit tapasztalok. Mit írnak vissza a felhasználók? Miket mondanak? Ugye már, ha jól számolok, most már most lesz harmadik éve, hogy a Mester Balzsammal rójuk Magyarország piacát, és már az első pillanattól kezdve meglepő volt az, hogy megérte a kemény fejlesztői munkát, és a sok-sok tesztet és mindenféle laboreredményeket bevállalni, mert már gyakorlatilag az első szállítás után megváltozott valami, tehát elkezdtek ugye visszaérkezni a visszajelzések, és az a furcsa, hogy még azok az emberek is meglepődtek, vagy inkább hálálkodtak, vagy jó kívánságaikat fejezték ki, akik kezdetben ellenségesek voltak. Ugye, volt ellenség? Hát most ugye csak azt tekintjük, hogy... Hogy nagy a piac és konkurencia. Így van, nagy a reklámzaj. Igen. Tehát mi is ugye annak idején, ahogy elkezdtük, tehát mint bármely kezdő cég, tehát nem voltak multimilliárdok a háttérben, amivel ugye el lehetne indulni. Tehát ez is bizonyítja a terméknek a hatékonyságát, hogy egy önálló, megélő piacot tudtunk létrehozni. És az is, aki kezdetben ugye azt mondja, menjenek a francba, hagyjanak békén, már a nyolcadik ilyennel kerestek meg, stb. Ő is felhívott minket, és elmondta, hogy ez valamiben más ez a termék, mert például elkezdte használni a térdére, és ugye a jóhoz könnyű hozzászokni, majd csak egy pár nap után vette észre, hogy felmenni az emeletre, kiszellőztetni, vagy kinyitni az ablakokat már nem akkora tortúra, mint ezelőtt egy héttel. Vagy mondjuk, már most nem kellett azt mondani az unokának, hogy figyelj csak, az út végéig megyek veled a sarokra, mert már az óvodáig nem menjél egyedül. Oda menjél egyedül. Úgyhogy igen. Ezek így elkezdtek szépen gyarapodni, ugye elkezdtük ezt ismertté tenni, de a lényeg az, hogy amikor azt mondom, hogy 94%-os vevői elégedettség van, akkor ezt nem a hasamra ütök és csak egy szép számot mondok, hanem tényleg megnéztük, havonta, két havonta, negyed évente mindig szoktuk mérni a terméknek a hatékonyságát, nagyon egyszerűen felhívjuk az embereket, és egy rövid kérdőív kapcsán végigmegyünk az adatbázison, és látjuk azt, hogy milyen, és ha azt mondom, hogy 10-ből 9,5 ember azt mondta, hogy a termék használata során pozitív tapasztalatokat élt meg, vagy amire használta már, az nem sújtja őt annyira, akkor igazat mondok, és egy ilyen 94%-a tehető az átlagos válaszok megelégedettség. Alapján, akik azt mondták, hogy a terméket mindenképp megvenné, és meg is veszi, sőt, körülbelül a 2/3, egy ilyen 60-70%-a a vásárlóiknak tovább is ajánlja. A postásnak, a szomszédnak, a rokonoknak, és így tovább. Na, egy nagyon furcsát kérdezek. Azt mondjuk, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Ez így van. Tessék mondani, az Echo TV-nek volt valami köze ehhez a díjhoz? Hát igazságtalan lenne azt mondani, hogy ha nem. Ugyanis azt gondolom, hogy a kezdetek óta velünk van a tévé, és segíti az előbb említett víziónkat vagy céljainkat kommunikálni így a vásárlóközönség felé. Úgyhogy nyugodtan mondhatom, és ezt minden partnerünknek el szoktuk mondani, hogy ezt a díjat megszereztük,
ez teljesen jó, hogy egy nagyon komoly mérnöki munka van mögötte, vagy hogy vannak elszánt munkatársaink, de ez kőkemény munka nélkül, hogy az embernek ezt meg tudjuk mutatni, főleg a mai világban, a 21. században nem működött volna, úgyhogy ha már így felhoztuk ezt a témát, akkor tényleg szeretnénk megköszönni akkor így egyöntetűen, egybehangzóan a Hilvitál munkatársai nevében azt, hogy a Hilvitál munkáját ilyen mértékben támogatták, és ezért is köszönöm szépen a meghívást, mert ez megint egy alkalom arra, hogy tudjunk kommunikálni az embereknek, hogy valami olyasmit képviselünk, ami nem mindennapi. És szeretnék, hogyha az embereknek jobb lenne. Hát akkor ilyen szellemiségben megyünk tovább is. Hölgyeim és uraim, a második fél órában, ami körülbelül 6-7 perc múlva kezdődik, részletesen ismertetni fogjuk ennek a Mester Balzsamnak az alkotó részeit, és néhány dolgot majd elmondunk róla, hogy mi mire jó, persze nem biokémiai nyelven, hanem populárisan, úgy, hogy mindannyian megértsük, hogy miről van szó, de addig én igazgató úrtól azt kérdezném, hogy jutunk hozzá? Mi egyszerű tévénézők? Postán rendeljük meg, interneten, telefonon, e-mailen? Hogy találkozhatunk mi ezzel a krémmel, ha szeretnénk mi is bekenni magunkat itt, ott, emitt, amott? Többféleképpen is meg lehet ezt tenni. Igazából bárhogyan, tehát most levelet is szoktunk kapni igazából, de ott is meg lehet rendelni. De legegyszerűbb talán, ami a legkézenfekvőbb, az, hogy felhívják a központi számunkat. Ez a, mondom akkor... Persze. De ki is van írva egyébként a képernyő alján. De lassan, mert de elmondom inkább azért, mert, több mert információ menjen. Tehát ez a 0642, a 42-es körzetszám, 783-718. Akkor mondom még egyszer, tehát a 0642-783-718. Ezt a számot bármikor, ested, hétvégén mindig felveszünk, és segítünk, ahogyan tudunk. Na akkor most ugyanezt lassabban, hölgyeim és uraim, tessenek papírt, ceruzát hozni. Igaz ugyanhogy megy a futócsíkon, de igazgató úr még egyszer el fogja mondani. Hát én is úgy vagyok, hogyha valamit látok a futócsíkon, és valami érdekes előadás van, bizony nem mindig a futócsíkra koncentrálok, hanem arra, aki amit mond. De azt mondják, hogy na akkor most majd elmondom élő szóval, és akkor gyorsan elkezdek kapkodni, na írjam már föl, hogy miről van szó. Tehát remélem ez alatt sikerült papírceruzát hozni, vagy tintát, tollat, mindegy, hogy micsodát, golyós tollat. Akkor szépen lassan. Mondom akkor még 06. egyszer. Tehát 0642 783 718. Igen. És a honlap, az micsoda? Igen, tehát ahogyan a márka nevünk is szól, az a hilvital.hu, tehát kettő ellel, és végén vital, mint vitalitás. Tehát hilvital.com. Tehát www.hilvital.hu. Hogy történik ezen keresztül a megrendelés? Interneten keresztül gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy ilyen virtuális biobolt, vagy mint egy ilyen kereskedés. Gyakorlatilag rögtön látszik az nyitóképernyőn. Tehát mutatja, hogy hogy kell lépésre. Persze, lépésre. Bele kell tenni kosárba, le lehet adni a rendelést, és akkor valakik, tehát egyre inkább elterjedtebb, hogy így szeretik megrendelni, mert a telefonra várni kell, van, hogy elfoglalt nagyon, tehát hogy sokan szoktak telefonálni, és akkor valaki nem szereti kivárni, vagy kényelmes este még átszeretni, olvasgatni, hogy mi az, amit felkínál még a weboldal is, plusz információként, és akkor elszöszölnek ott vele, és akkor szépen megrendeli interneten. Az Echo TV nézői, főleg a vitalitás nézői szokva vannak ahhoz, hogy valami kedvezményt kapnak. Van-e a Hilvitál Mester Balzsamhoz bármi nemű kedvezmény, ha egyet veszek, vagy többet veszek, vagy itt veszem, vagy ott veszem, van-e valami, amivel vonzóbbá tesszük a kereskedelmet? Természetesen. Ez egyébként is azt gondolom, hogy főleg, hogyha valaki elsőnek próbálják, akkor mindenképpen jár. Ha meg visszajár, akkor meg pláne. Azt figyeltük meg, hogy összekötöttük a kellemest a hasznossal, hogy aki egyet megvesz, az gyakran megveszi a másodikat és a harmadikat is.
Egyrészt azért, mert a terápia szükségesé teszi, illetve mert bevált a termék is, akkor már miért ne. Ezért azt találtuk ki, hogy egy sokkal kedvezőbb áron adjuk az embereknek a balzsamot, hogyha hármat megvesznek. Ugyanis, hogy ugye, hogyha hármat megvesz valaki, akkor körülbelül egy kevés, valamennyivel olcsóbbra jön ki egy darab száma. És ezen felül, még hogyha valaki hármat megvesz, akkor ajándékba adunk egy gyógynövényes arckrémet is, ami egy ilyen 4290 forintos értéket képvisel. Ezt teljes mértékben ajándékba adjuk, ez is egy igazán egyedülálló kozmetikai termék a piacon. De ezt mikor fogjuk bemutatni? Hát hamarosan szerintem akkor arra is majd kerítünk egy kis sort. Én nagyon közkedvelt, illetve ingyenes szállítással kedveskedünk minden egyes vásárlónknak, tehát Magyarország teljes területén legyen az bármelyik pontja, nem szoktunk szállítási költséget felszámítani, ezt teljes mértékben átvállalja a cégünk, azt gondolom, hogy ez a minimum, amit tehetünk. Van-e szaktanácsadás? Tehát, hogyha valaki felhívja, kérem, nekem ilyen és ilyen gondom van, tessék már mondani, mit csináljak, vagy mit ne csináljak. Elkerülhetetlen egyébként, hogy tehát azt gondolom, ahány ember van, annyiféle problémával jelentkezünk, és mindenkinek a saját problémája a legnagyobb. Úgyhogy mindenkit arra bátorítanék, hogy nyugodtan fel lehet minket hívni, természetgyógyászokkal, szakorvosokkal állunk kapcsolatban, valamilyen úton, módon természetes megoldást tudunk adni. Tehát akkor nincs elengedve a kezet, tehát itt akkor nem arról van szó, nem, hogy egyáltalán. Bemegyek a boltba, megveszem, aztán kimentem a bolt ajtaján, azt akkor onnantól vége a dolognak, hanem folyamatos emberi és szakmai kapcsolat, korrekt üzleti ajánlattal, ha egyet vesz, akkor ennyi, de hogyha, hölgyeim és uraim, hát itt kúráról van szó, tehát nem úgy van, hogy beveszek egy fájdalomcsillapítót, ami ötször gyorsabban oldódik, és x órán keresztül pak-pak-pak-pak-pak így le tudok szaladni a lépcsőn. Nem erről van szó. Áldott emlékű dr. Szabó Lajos atyát citálom. Ő úgy mondta, hogy a természet lassan, de biztosan gyógyít, ha hiszünk benne és hagyjuk. De most ez elsősorban a fitoterápiára vonatkozik, a dietetikára, a fizioterápiára. Tehát, hogyha egy gyógynövényes kúrát elkezdünk, akkor lehet, hogy az első időben lesz valami kis reakció, olyan, ami terápiás reakció, aztán utána szépen, szinte lassan, észrevétlenül elkezdi a hatását kifejteni. Igazgató úr, nagyon köszönöm, az első fél órának vége. Hölgyeim és uraim, pár perc múlva visszajövünk, és innen folytatjuk.